deep, 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 deep. Sziasztok és jó estét, vagy szép napot itt Baska. Elvileg már egyszer elindítottam a streamet, de akkor nem történt semmi. Most jó eséllyel már láttok, és meg is jött az első hello, úgyhogy sziasztok, a stream mai vendége pedig Bencsics Márk, kérlek köszönj be, hogy hallunk-e. Szia Baska, köszöntöm én is a kedves nézőket. Hallottok? Halljuk-e Márkot? Melyik Márkot? Hello, hello, halljuk-e Márkot? Igen, egyből, elsőre, ennyi, ez a profizmus. De téged csak akkor mertelek meghívni, Márk, mert tudom, hogy milyen geti kritikus vagy, amikor már minden flottul működik. Vagy azt gondoltam, hogy akkor hívsz meg engem, amikor minden jó fejarcot meghívtál, és kell még valaki, akivel tudsz valamit játszani. Nem, igazából nem. Igazából nem, azt tudtam, vagy viszonylagosan hamar kiderült, hogy majd a Máté jön valamikor, a Csabit nagyon rá kellett beszélni, a Sanyit is bebolondítottam, aztán ő nagyon eltűnt, úgyhogy majd őt is előszedegetem, mert őt bebolondítottam Xboxon, hogy szedje le az NBA-t, úgyhogy játszunk egy NBA-t meg egy Maddent, úgyhogy így. Nincsen ma kamera, mert csak magamat nem akartam mutatni, és örülök, hogy minden most itt van és látszódik, úgyhogy... Mennyit medden ez rá, Márk? Nem olyan régóta játszom medden, ez körülbelül mióta van most ez a karanténos történet. Előtte PC-n játszottam sokkal többet. Tehát konzolon más kameraszög volt még, amikor megjelent, most már lehet vele játszani, hogy távolabbi kameraállás is van, és látszódik az egész védelem, de engem borzasztó mód fejdegesít, hogy egy csomó dolog, ami a valóságban működik, az itt máshogy van, és erre nem nagyon tud átállni még az agyam. Úgyhogy azt mondanám, hogy lejátszottam most már franchise módban azóta mennyi másfél szezont, meg a Gecser Máté csapatársammal, barátommal néha így játszunk közösen, de ő még a tutorial szinten van, úgyhogy inkább csak ilyen időtöltés. Azt vettem észre, hogy minden játékkal próbálkozom, hogy hát ha leköt, de mindegy csak egy kicsit tud megbolondítani a Football Manageren kívül. Az az egyetlen, ami 10 órákon át tudok játszani. Maddent, ilyesmit, azt kevesebb. FIFA-t meg szigorúan haverokkal, társaságban szoktam már csak játszani. Na hát, remélem akkor nincsenek ilyen rossz élményesnek direkt az... Jó, hát, nem baj. Így. Én leszek a Texans-szal. Jó, én már eldöntöttem, kitettem Instára, hogy igen. Melyikkel legyek, ugye Tampa Bay-jel, vagy Tampa Brady-vel. Hát eléggé szoros volt egyébként a szavazás, de ettől függetlenül a Buccaneers nyert. Pont azt néztem most, hogy összesen 48% Tampa Bay, 52% Tampa Brady, úgyhogy én a Tampa Brady Buccaneers-el leszek. Hát James Winston irányít, de több is veszett Moásnál, tehát neki szemműtétje volt, én most szemüvegben nyomom, úgyhogy remélhetőleg nem fogok két interception fölött zárni. Ennyi előnye van annak, hogy nincs kamera, hogy fel tudod venni a szemüvegedet, anélkül, hogy sérülne a
integritásod és az imidzsed. Azt mondja, a Brady féle tampát adnám egy rövid szegmensként, bevallom, ingyen kontentért jöttem így az Ukály Zoltán a Keleten-nyugaton podcasttől. Mit vártok, van-e esély egy Manning Broncos féle statisztikai boomra? Hát alapvetően ugye a Tampa Bay-nél a statisztika az egész jól nézett volna ki, hogyha nem adott volna el annyi interception-t, mint Tom. Tehát meccsenként körülbelül kettőt, mint amennyit dobott. Tehát a legnagyobb probléma, hogy ott az volt, hogy sok yardot passzolt, de sok TD-t is, cserébe az ellenfélnek is nagyon sokat dobott. Úgyhogy itt inkább az volt a gond, hogy ennyi labdaradással nem lehet semmire sem menni. Tehát még Bruce Arians, a vezetőedzője a Tampának, ezt többször is kimondta, hogy fejlődnie kell Winstonnak. És egy idő után már nagyon frusztrált volt emiatt Arians is, hogy nem fejlődik egyszerűen Winston. Hát ennek lett a következménye az, hogy szépen bepakolták maguknak Tom Brady-t. Támadó oldalon egyébként én nagyon sok mindent várok ebből szempontból. A védelem az egy kicsit kérdésebb. Időt kértél rögtön? Igen, mert azt hiszem félreértettem a tréning szekcióban, hogy mit kell megnyomni, hogy lássam, hogy ki merre akar futni, de most már tudom. Hát ilyen apróságok lesztek majd. Tehát például az, hogy kiszaladtam a csávóval az elkapás alól, meg hasonlók. Na jó, nézzük. Hát ilyenek elfordulnak. Aha, jó, jól indulunk. Na, ez a James Winston, ez a Winstonnak a stílusa. Ő szokta így kezdeni a meccset. Jesszusom, ez borzalmas lesz, 5 perc is sok, na mindegy. Figyelj, ha már Tampa, akkor úgy megy nekik a futérték, úgyhogy lehet, hogy akkor futok. Az a biztos. Hát ez jól indul, oké. Okay. Elképesztően, hát, szerintem 3-4 éve játszottam utoljára Maddennel, és ahhoz képest az, hogy mennyire tudod már kontrollálni a paszt, az elkapást, hogy mit csinál közben a csávó, tehát nem tudom, hogy ez mennyire, azt még ott elfuthattál volna, hogy mennyire adja vissza az élethűséget, mert azt mondod, hogy nem egyébként, de hogy az, hogy a kontroll érzet meg van, az egész elképesztő. Nagyon sokat fejlődött ebben egyébként, tehát én azt vettem észre, hogy már csak a passzolásnál is annyi féle mód van, hogy rá kell érezni arra, hogy mikor, hogy pozíciónak. Tehát, hogy most már van az, hogy alulra dobja az irányító, fölfelé dobja az irányító. Engem annyira idegesített, hogy minden meccsen dobtam interception. Tehát a passzpontossága 80% volt, de mindig volt interception. És nem tudom, Baska, te láttál már játszani, én elég véres csájú konzoljátékos vagyok. Én nagyon bírok feszíteni. Uh-huh. És elkezdtem nézni YouTube videókat, hogy hogyan kell passzolni. De nagyon sok minden van. Tehát még fogalmam nincs. Amikor én abban, tehát a Madden 08-as PC verziót játszottam rogyásint, szerintem nagyon sokat. És akkor beszintett az EA Sports a PC játékot. Jó sok évre, mert nem termelt azt hiszem annyi bevételt. Nekem mindenki kalózjátékkal játszott szerintem. És ott rengetegen elengedték. És amikor bejelentették, hogy újra van PC-re, szerintem addigra az emberek átszoktak konzolra. Hát főleg ebben a játékban, ahol meg ez a kontroller dolog, ez annyira fullon működik. Ezt nem is lehet szerintem billentyűzettel rendesen. Én próbáltam, amikor visszajött a PC-re, kontroller nélkül kicsit, de ez nagyon más. Mennyi van? 3. és 13? Oly. Na, kapd, de miért nem kapd? Na! Baszódj meg! Hát... Megyek vissza! Azért az a felhőt. Hát... Ezt akár el is kaphatta volna, nagyon szépen ugrott érte, gyakorolta ezt agresszív elkapással, szökkentem érte, mint egy őzike, és utána is még majdnem megszerezhette volna, tehát nem voltunk elég agresszívek. Ez volt az első, amit megjegyezte, az agresszív elkapás? Minden elkapás módszert begyakoroltam, vagy próbáltam, de... Hát amikor mindig ilyen magasat gyakoroltatott, akkor mindig azt kellett használni, úgyhogy ezért is
és próbáltam ezt. A Browns idén szerinted végre előre fog lépni, kérdezi Chigus 996. Hát figyelj, az a probléma, hogy... igen, elfogyjuk, J.J. Watt még itt van. Szóval az a bajom egyébként a Tampával, vagy a Tampával a Clevelanddel, hogy én tavaly annyira bíztam bennük, hogy van ez, amikor így összetörsz, és a következő évben nem azt mondod, hogy tiszta lap, hanem azt mondod, hogy jó, várjunk egy hónapot, vagy más felett, hogy újra bízunk benne. De tavaly, amikor az elején mindenki azt mondta, hogy tök jó lesz, akkor majd jövő héten minden rendben. És aztán nem jött el az a hét. Úgyhogy most úgy állok neki, hogy nem várok tőlük sokat. Nekem Baker Mayfield óriási csalódás volt. Tavaly azért a pulcsimat nem dobtam ki, de az első hónapban nem fogom még felvenni. Egyébként ugye teljesen új edzőstábbal indulnak neki a szezonnak. Hát meg ugye új elkapóval. A Cleveland? Na, most miért nem fut? Beckham Clevelandi volt. De most is Clevelandi. Hát a Vikings-al nagyon összehozzák. Hát, na ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Most nagyon pletykálgatják a draft előtt ezeket a cseréket. És akkor miért cseréled el egyébként a másik nagyon jó elkapód, a Stephon Dix-et? Ugye most valamennyivel, amit fletykálnak, kicsivel kevesebb értéket kéne adni Odell Beckham Jr.-ért, de ami ebben egyébként a trükkös, hogy az idei draft elkapó fronton szinte a valaha volt legmélyebb. Uh-huh. Most az van, hogy az elkapóknak ilyenkor azért kicsivel kevesebb az értékük előtte, mert tudják, hogy fiatalok között iszonyú mélység van. Én inkább azt mondom, hogy tavaly azt is mondták sokan, hogy Odell Beckham nem volt 100%-os, hogy valami szinten lágyik sérüléssel bajlódott. És Freddy Kitchens mellett azért nehéz volt meglenni tavaly. Egy évet még azért adni kell szerintem. Odell Beckhamnek is, meg Baker Mayfieldnek. Az biztos, hogy mindenkit egy kicsit a földhöz várta a dolog, hogy tavaly ez ennyire balul sikerült. Kicsit az volt az érzés az embernek, hogy ez a hype, ez nagyon körbe ment ott. Uh-huh. Amikor mindenki elhiszi, hogy hú, ez a csapat, ez jó lesz, akkor ők is elhiszik, és... Mert ez Zolival együtt robogtatok ezen a bandwagonon, bár ugye a bandwagon egy szekér, de hogy mind a ketten nagyon hittetek benne. Mi vezettük. Hát mi voltunk a volán mögött. Hát, hogy egyszerűen ezzel a kerettel nem hittük el, hogy ennyit tudnak kihozni. És az előtte lévő évben Hugh Jackson után már az ember azt mondta, hogy tök mindegy kijön, csak normális legyen. És ez ott nem történt meg. Tehát hoztak egy hasonló, sőt nem is hasonló, egy rosszabb embert, mert nem még tapasztalata sem volt. Szezon közben emlékszem, még az volt, hogy egy NFL vezető edző azt mondta, hogy hát ezt a játékhívást én még tanulgatom. Ez így nem árt. A profi ligában tényleg arról beszélünk, hogy a vezetőedző még tanulgat. Uh-huh. Iszonyú gáz volt. Igen, ez valahogy Cleveland vonz ezeket a fogalom nélküli edzőket. Nem tudom, nézed, hogy milyen drive-ot vezetgetek. Igen, futás, elkapás. Mindenül egyelőre. Egyébként én ilyen nagyon szóval csöndes játszó vagyok. És volt egy nagyon jó gyerekkori cimborám, régen nagyon sokat pingpongoztam. Az volt a bevett taktikám ellene, hogy ő vezetett, hogy egy 21-es sportányon 17 környékén volt, elkezdtem hozzá beszélgetni. Azt vettem észre, hogy teljesen kizökkenti a dolog, úgyhogy basz meg! Az volt a baj, hogy bullettel dobtam és lepattant róla? Hát nem tudom, de... akkor ilyet csinálni. Na igen, úgyhogy beszéltem hozzá sokat, aztán utána már rájött, hogy inkább nem szabad. Igen, nálunk is ilyen barnusra lesz szokott menni, hogy játszunk, és akkor az egyik elkezd a másikhoz beszélni, és akkor utána meg csak a baj van belőle. Úgy. Miért pont Texans? Valaki rám írt, hogy ilyen mozgékony irányítós csapatot válasszak, és ezért lett, mint például a Houston. De hát marhára kihasználom, hogy ilyen mozgékony az irányítom. Tehát eddig ez Elite Drive. Igen, én is úgy érzem. Ölöd az órát, ahogy kell. Ölöd az órát, zárójel, butarccal nézed, hogy melyik figura mit jelent, igen. Fake Taxi 30 kérdezi, Rodgers benne van-e még a top 5 irányítódban?
Benne van még. Egyébként pont volt most egy korábbi podcastunk az Olival, ahol a legjobb, az összes irányítót rangsoroltuk, és ott nem csak azt teszi meg, hogy ki mennyire jó irányító, hanem azt, hogy hány éves, hogy mennyi a fizetése, és hogy mennyi jövőkép van még nála. És egyébként, te lehetett? Meg volt ez. Nem volt meg. Nem volt meg. Incomplete. Uh-huh. És ott például a kora miatt meg vittük egy kicsit lejjebb, hiszen azért közel van már a 40-hez, mint a 30-hoz, de én még mindig top 5-be rakom. Mahomes és Russell Wilson vannak elől, ez nem kérdés, és azért nálam még mindig utána ott kopogtat az ajtón Aaron Rodgers. De az tény, hogy az elmúlt... Ne! Basszafasz! Na jó, most már valamit mutatnom kell, mert oké, hogy itt fordószámba szerezzük a labdát, csak... Ráklább Winston... Ez hány százalék vagy ilyenkor, amikor interception? Hány százalék vagy te, amikor interception? Tehát ilyen vadul nyomkodsz vagy, vagy ez ténylegesen ott mész, te ugrasz, nem tudom... Nyomtam az emberváltást, amikor már levegőben volt a labda. De csak üresen a B, tehát nem irányal, csak B üresen. Igen, és talán meg az elkapást agresszíven ezt a kettőt. Úgy, megfektettük. Ó, pedig milyen szép, türelmes játék volt. Máh! Szacsi Csuri mondja, hogy hanyatlik ez a clevelandi detroiti régió. Van-e bármi esély arra, hogy onnan a csapatok odébb álljanak? Hát ugye itt most inkább a gazdasági vonalra fűzi fel, mert a franchise szempontból ugye a Detroit Lions az szinte még semmit nem csinál, tehát nagyon rég voltak olyan helyzetben, hogy velük valaki komolyabban számoljon, de a drukkerek ilyesmikre a Clevelandben, Tomi aznak a játéka. Hát én nem hiszem azt, hogy ilyesmi kérdés felmerül, mert maga a franchise, attól függetlenül, hogy a városban van a gondok, az működik és pörög. De egyébként nem beszélnek arról, hogy itt bármiféle... Azért, mert a régió rohad, attól még a jegyeket eladják, nem? Tehát azért nehéz veszteséges NFL csapatot csinálni, nem? Igen, ez a kenyeret és cirkusz, tehát hogy azért sportra valahogy ilyenekre mindig van pénz. Inkább az a probléma, ezek a csapatok, hogy az bennük az izgalmas, hogy mennyi ideje ott vannak, és semmit égvilágon nem csináltak. És nem jutottak Super Bowlba, de még csak normális rájátszásra sem. Úgyhogy szerintem egyébként... Nem. Most azért volt pár, ugye most éppen Las Vegas Raiders vonal van, és az elmúlt években volt két Los Angeles-i váltás. Azt gondolom, hogy egy interception. Fussák ki, Csirigó! Figyeld a dagit, hogy megcsinálta! Na, mindig ezt csinálom. Ahogy eldobom a pillanatot, oké. Ez ki. Mondjuk ez egy jó pánctal is feljön a 20 percet. Szóval most egyébként kivárnak a csapatok. Tehát aki akart klubot, franchise-t, az megoldotta. Los Angelesben van már kettő is, meg volt Las Vegas. Szerintem most azért... Ne! Én most leszek itt teljesen fogalom nélkül, most kéne időt kérnem, nem? Középen nyomd a izét, azt a touch valamit. Oh, igen. Akkor még egy play-t megpróbálok, és aztán megnyomok egy field goalt, mondjuk. Most jó vágyás vársz tőlem, hogy én mit tennék? Ja nem, most hangosan beszéltem. A fiatal most csináltam valamit. Ne! Micsoda! Touchdown! Hopkins! Jézusom, még a gyereknek a játékára is ráléptem, úgy körülöttem. Hát ez nem igaz. Az egy kézzel húzta le! Figyelj, egy kézzel megfogja! Ott ugrottam egyébként az Edwards-el. Félkarú rabló! Na jó.
És mindkét láb, de csúnya. Na ez az irreális. Pont egy ismerősöm írta, igen. Na erre mondom, hogy irreális. Van egy ilyen szavajárásom, és ezt általában EA Sportsos játékoknál szoktam mondani. Főleg FIFA-ban. Alapvetően FIFA-n szocializálódtam, és mai napig azt játszom, de amit a Csabi is mondott, én egy-két éve abba hagytam, mert online felmentünk bátyám, annyi a fédőket játszottunk, és amikor egy srác nagyjából pattanást nélkül félpályáról... Miért nem tudom? Ja, ez az, jó, csak ez az. Bocs, igen. Félpályáról végigvittem, ahogy utána bekapcsoltam a mikrofont a gyerek, és elkezdett ilyen... Tökább én 5 éves gyerek ezt a hangot csinálni, akkor volt az, hogy kikapcsoltam, és soha többé nem játszottam online, tehát ez nem az én világom. De ez mi volt? Teljesen indokolatlan. Ezt nem is értem. Pont befértünk a fél időbe. Na, jól van, örvendezek neki. Na hát, ilyenkor bontanám a sört, hogy ezt valahogy lehűtsem. És miért nem tudod? Nem, mert még el kell ugranom, még vagy majd este, vagy nem tudom, vagy már nem, megkorábban zárnak, mindegy. Úgyhogy lehet, hogy mondtam, hogy fel. Elfelejtettem kiklippelni, na majd kivágom valahogy. És ilyen elkapás után elcserélik Hopkins-t, hát igen. Ez a búcsú. Ez az utolsó üzenete. Mennyire volt ez meglepetés? Óriási meglepetés volt. Tehát az a csere, az indokolatlan minden szempontból. A liga legjobbét azért nem cserélett csak úgy el. Ugye, ami hasonló volt egyébként, amikor Odell Beckhamet trédelték. Aha. De ott sok volt a pletyka előtte. Itt még nem volt annyira ez meg. Úgyhogy mindenki meglepődött, aztán meg az ellenérték miatt. Amikor hozol egy running back-et, David Johnson, aki túl van fizetve, aki mindenféle sérüléssel bajlódik, és ezért cseréled el a legjobb elkapódat, ez egészen szürreális. Állítólag olyan pletykák voltak, és nem tudni mennyire igaz ez, hogy azért Hopkins több helyre is azért szórta a magjait, mondjuk úgy. De az, hogy milyen szexuális értelme mondod? Tehát, hogy ilyen... Hát igen, több anyukától van gyerek. És több nő is ugye nyüzsgött körülötte, és O'Brien eléggé konzervatív, és általában ez is szúrta a szemét. Illetve ami nagyon durva, hogy volt egy utolsó beszélgetés, és ezt nem is tudom, talán Michael Irvin hozta fel, egykori klasszis elkapó, hogy azt mondta Hopkinsnak O'Brien egy utolsó ilyen beszélgetésnél, hogy utoljára ő ilyen kellemetlen, vagy ilyen rossz beszélgetésnél akkor volt, amikor Aaron Hernandez-zel beszélgetett, hogy van probléma volt. Ugye Hernandez egy többszörös gyilkosról beszélünk, semmiért nem csinált soha a Hopkins. De mégis ilyen időzített bombának tűnt. Az volt elvileg a baja, hogy vele, hogy túl nagy hatása volt az öltözőre, és túl nagy hangja volt az öltözőn belül. Tehát azért ő ott volt valaki, és lehet, hogy ezzel volt baja. Ez nem fog kiderülni szerintem elég sokáig még róla. Illetve ugye új szerződésért is jelentkezett már Hopkins, amit nem akartak neki megadni. Ami még azt mondom oké, csak akkor utána ne vidd oda David Johnson-t, és ne vidd oda Brandon Cooks-ot. A két embernek annyira nagy a fizetése. Ó, basszus, azt megkaphattam volna. Mehet a gyógytornász az. Fájni fog. Szóval, hogy annyira nagy a fizetés a két embernek, hogy logikátlan. A Texans a szisztematikusan szétveri O'Brien, ami Deshaun Watsonnak a legrosszabb. Szerencsétlen. Jó hangzik egyébként, hogy milyen elkapói vannak, de igazából ez egész nagy tudni. Na, mindig. Nem jó már. Bodis be! Picsába! Úgyse rossz. Szóval ugye, Winstonnak még csak egy interceptionje van. Those are rookie numbers, Mark. You gotta pump those up. Írja Anthony Six. Ami késik nem múlik ki. Rámegyek a negyedikre, úgy készül. Jó. Mikor lesz podcast, Mark? Az Eliup és a karantén kezd? Már megvolt ma.
Jövő héten, hétfőn vagy kedden jövünk Zolival, és draftról fogunk beszélni. Nálad mi a menetrend? Ahogy esik? Bász meg! Evans, a bokád hogy van? Most így egyébként, ahogy esik, úgy puffan. Szezon alatt meg mindig kedd. Tehát a Monday Night utáni nap mindig podcastolunk. De ilyenkor egy kicsit azért mi is lazábra veszük. Ó, bazza meg! Meg kellett volna futni. Nektek hogy van most az aliuk? Van rendszeresen? Őrült rendszerességünk van, minden héten szerda este vesszük föl, és a csütörtök reggeli órákban kerül ki. Nem tudom, láttad, egy csináltam hozzá egy iszonyú pöpec websájtot. Aliuk.hu. Azt nem csináltad? Azt én csináltam. Hát úgy én csináltam, hogy WordPressben van, vettem hozzá domaint, vettem hozzá egy templétet, és akkor azt szabtam testre. Hát azért két hétvége volt, tehát hogy nem ment annyira könnyen, miközben azért ez egy jó téma, amit vettem hozzá. De szerintem most nagyon-nagyon egybe van, úgyhogy... megint készére. Menj! Még akkor, amikor feltettétek, akkor néztem, hogy ez így rendben van. Gondolkodtunk ilyesmit, de nem tudom, miért csináltál egyébként a bestületet? Azért, mert szebben lehet rá linkelni. Tehát, hogy azért az emberek egy nagy jelentős része, vagy most azt látom egyébként, hogy érezhető része nem podcast abból hallgatja, nem izé, ti SoundCloud-oztok, azt hiszem, ugye? Alapvetően igen, és akkor abból szopja ki mindenki. SoundCloud-ban nem akartam, ennek azért így mégiscsak jobb így a... Ó, bazd meg! Nem fogtad meg? Nem fogta meg. De kamu. És hogy tök jól lehet rá linkelni, szép a link, stb. Úgyhogy ez így nekem komfortos. SEO szempontból is idővel jó lesz, beleírom, hogy miről szól az adás. Úgyhogy abban bízom, hogy a részek újrahallgathatósága is növekszik vele, meg hogy ugye mi az Eliupot, azt nem ilyen félig meddig sporttévés podcast ez. Igen. Tudod, ilyen kicsit össze-vissza van, és akkor nem kerültünk fel a sporttévé honlapra, meg nem tudom mit, hogy emiatt úgy éreztem, hogy jobb, hogyha ez ilyen félig meddig saját kézben van, én kontrollálom, hogy mit kerül bele, hogy kerül bele, úgyhogy mi mindent meg tudunk vele csinálni, így alakul, de most kifejezetten szeretem így, hogy ilyen jól összeállt. Hát pláne, hogy kész van, de tudom, hogy kész van. Onnantól, hogy kész van, kurva jó ez a cucc egyébként, úgy menekülj. 4 perc élesíteni egyrészt. Marha gyorsan körbe lehet érni. És akkor úgy, hogy már írtam hozzá összefoglalót, meg akár meg timestampeltem, meg tettem bele linkeket, meg ilyesmik, úgyhogy... De én nagyon örülök, hogy ez a podcast dolog nektek is ennyire bejött. Úgyhogy... Szép. Jézusom, te falávú! Úristen! Ki itt a rugó? Menj haza! Engem kérdezel? Nem. Ja, jó. Hát ez... Jézusom. Borzasztó. Igen, egyébként mi sem gondoltuk, tehát amikor az első adást csináltuk, jött, hogy hát beszélni kéne róla, mert egy csomó, ugye akkor még a trash talkban nem csak NFL volt, és egy csomó dolog így benn maradt. És csomó mindenről nem tudtunk beszélni, nem volt meg a felül. Ajjajjajjajjajjajj, de szép volt. Zasztalka. Hogy nem volt elég a felület, ahol beszélnünk erről is. És aztán rájöttünk, ez azért jó, mert a Zolival amúgy is rengeteget beszélünk fociról, tehát Twitteren küldözgetünk, Messengeren, WhatsAppen, mindenfélét, és akkor igazából, amit mi átbeszélünk különböző... Jajajajajaj! Így, te lehúzta! Bassza meg, de éreztem! Te nyomod a Winstont! Mondjuk ahhoz képest, hogy 7-7 az állás egyébként pont nem számít. Kurvák vére folyjon.
Vaska legyen NBA 2K20 helyett mindig NFL sokkal jobb. Hát figyelj, azt be tudom vállalni, hogy néha a Barnus elkeni a számad, de az, hogy mindig ez legyen, tehát lehet, hogy nektek jobb nézni, én teljesen fogalom nélkül csinálok mindent, az is bűk kurva élet. Márknak mi a véleménye arról, hogy a Patriots Jared Sidemmel készül nekivágni az új évadnak, írja S. Sanyi. Hát, de én neked miért nem fognak meg, de tényleg? Na, engem ezek nyomnak föl, tehát így látsz ilyet, hogy... Meglökte, láttad? Pont tökéletes tempóban meglöktem. Na. Olyan vagy, mint Anita, hogy te is megmagyarázod. Mondjuk inkább én magyarázkodom. Na szóval, hogy igen, hogy azért beszéltek el, mert hogy nem tudtátok megbeszélni, Zolival sokat beszéltetek, és akkor ez így... Csak rájöttünk, hogy csináljuk ezt. És akkor azért szezon közben egyébként húzós, amikor 17 alapszakasz meg rájátszás minden kedden mindig csinálni, és akkor tudod, hogy ott kell lenni. Szóval akkor, amikor néha tényleg, amikor mondjuk mi nyomjuk a Monday Night-ot, pláne problémás, akkor hazaérsz reggel 7-re, elmész dolgozni, és akkor meló után még nyomsz egy podcastet. És mi eléggé ragaszkodunk ahhoz, hogy együtt csináljuk. Tehát, hogy nem Skype-on. Fizikailag egy helyen legyetek. Igen. Azt, hogy valahogy még mai napig azt érezzük, hogy jobb a kémia. Hova dobtad? Úristen! Jézusom! Fussál kisfütyi! Ne esse kisfütyi! Szép volt! Mekkora homály dobott az ember? Azt! Jó ég! Winston! Na jó. Hát ez reménytelen ez a csávó. Na ezért nincsen csapata. Most megmutatjuk, hogy miért nincs. Evans annyira üresen volt, hogy elszégyelte magát. Jézusom. Szóval, hogy igen, tehát hogy továbbra is tartjuk azt, amennyire tudjuk. Nyilván most nem tudjuk fizikailag, de hogy találkozunk. Általában nála szokta felvenni a pipacsok miatt. A temerutat egyébként mennyire befolyásolja a mostani sztori, mert hogy annyival, ugye te most a kézilabda EB-n dolgozol, ami 2022-ben lenne? Igen, 2022 januárjában. Hát, nálatok azért business as usual, nem? Egyébként nem. Mivel nem jöttünk még ki a... Mégis kijöttünk a kampányat. Az a lényeg, hogy ez nem csak egy sima kézi EB lesz, hanem ez sokkal, sokkal több lesz annál, mert mellé építünk egy fesztivált, meg egy szolgáltatást, ami elérhető a rendezővárosokban. Ezért nekünk sokkal korábban el kell kezdeni a kommunikációt, hanem a háttérben a munkát. És teljesen felborultak nekünk a 2020-as timeline-jai tervek, ilyenek, minden teljesen. Azt fogd meg! Öcsém, ötten álltak. Hihetetlen. Ez nézi az összes hülye. Mindenki a babát nézte. Szóval ez az egyik része a kormányokra. Ez pedig ott volt. A másik meg, hogy azért nehéz új sporteseményről beszélni, kommunikálni, hogy egyelőre senki nem tudja, hogy mi lesz. Az meg nem neki kellett volna passzolnom, ott volt tisztára kurva életbe! De elrontottam. Offenzív passz interferenc? Aha. Hát azt igen, elfogadom. Persze fogad el. És nincs first down így sem. Ja, te voltál szabálytalan, offenzív passz interferenc volt. Jó. Ó, bassz már. Negyedik kísérlet van, vigyázz. A saját 11-eseden. Biztos rámész? Hát, persze. Szóval egyébként mi többet dolgozunk. Ne! Jöjjön el. Ezt nem hiszem, hát... Nem lehet, hogy azért kéne pontokat adni, hogy össze-vissza repülnek az emberek egyébként ilyen csípő és válmagasságban. Ezt miért nem kapta el? Istenem. Na hát akkor a 11-esről jövünk. Óriási izgalom. Na igen, szóval, hogy az van, hogy bocsak, vagy időként ebben egyébként nehéz beszélgetni, mint az NBA-ben NFL közben, szóval addig tudtam rád figyelni, hogy mivel soká van még, azért ugye sok kérdés felmerült, viszont mi alapvetően azért már sok mindent elkezdtünk volna. Fuss be! Szép.
Mi elkezdtünk volna azért sok minden, de ez az új helyzet, ami kialakult, ez nekünk is egy ilyen újra hangolást jelent. Tehát az, hogy a női kézi Final Four például elmarad, rengeteg sporteseményt érint, és azért az alapkoncepciónk az, hogy, hogy ennek az egész Európa bajnokság, és amit mi mellé szeretnénk építeni a dolgok, az, hogy ne csak kézilabda legyen, ezért ugye azt mondjuk, vagy James Seymour, hogy rengeteg olyan dolgot szeretnénk, ami nem csak a kézilabda drukkereknek szól. És a hosszú távú terv az, hogy, hogy megismerkedjenek teljesen más területről, bizonyos projektekkel, ami igazából a kézilabdához irányít. Nem ér rád, nem ér! Mit futott? Azért még a végén bevetődtem, hogy hátha eléri. Igen, azt hiszem ezt össze fogom vágni, bazd meg ezt a fus-fust a Forrest Gump alkúbra. Jaj. Jaj. Hát ez kész. Egyébként mit szól a MeToo mozgalom ahhoz, hogy a férfi BL döntőt megtartják, a női meg nem? A nőit még nem halasztották hivatalosan el későbbre, mert az egész lényege az az, hogy, hogy azért változtatta meg az EHF, mert Németországban Merkel ugye bejelentette, hogy augusztus végéig nem lehet sporteseményt, semmilyen dolgot rendezni. És augusztus végére volt kiírva a férfi EHF. Ezért fogták, és azt azonnal át is dobták. Viszont, mivel itt még nem jött semmi a határozat a női EHF-ről, a Final Four-ról, ezért itt még nem rakták át máshova, vagy nem módosították. Úgyhogy hülye hangzik, de nincs hivatalos álláspont, de kiindulva abból itt is azért könnyedén ez történhet, de most még nem vagyunk ott. Úgyhogy most az van, hogy szeptember női. Ja, és most tudod, mi lesz? Egy 3 perces game winning drive. Jó. Nem tudom kinek. Figyelj, én ezzel a 2 touchdownnal szerintem megcsináltam a napot. Tehát, tudtam, nekem már nincs tovább. Annyira tudtam. Tehát, amikor futottál vissza, én annyira tudtam, hogy ebből már sehogy nem jövök ki jól. De te biztosan. Ez olyan, mint amikor... Lukod ki. Nagyon jó. Hoppá! Szép volt. Szóval... Utolsó. Nézd meg! Is, az nagyon kevesen múlt, hogy nem borította be. Szép volt. Igen? Átfejtettem. Hát még a nőkről beszéltünk, meg arról, hogy mi marad el. Hogy ott még van idő. De egyébként azt kell mondjam, hogy itthon szinte több lett a munka ezzel az újratervezés. Rengeteg meetingünk van újratervezésről, mert a kézilabda szövetséggel is, más partnerekkel, akikkel már beterveztünk dolgokat, kampányokat újraütemezni. Úgyhogy eléggé... Tehát idén már lett volna azért bőven igen, kommunikáció. Igen, abszolút. És ugye az is egy nehéz helyzet nekünk. Howard... Tehát jó sok időd van. Hogy igen. Az sem lesz könnyű, jövőre nekünk azért így beesik egy Olimpia, beesik egy foci EB, tehát bizonyos időt... A gapet csökkenti. Meg a kommunikáció erejét. Jövő nyáron kicsit nehezebben fogsz tudni kihallasztani. Igen, tehát hogy a zaj a sport körül sokkal erősebb lesz. Mert remélhetőleg inkább ez legyen a probléma, hogy ez legyen a legkisebb gond, mert azért helyre kell állni a mindennek jövő ilyenkor. Mert ennek ilyen hosszú lefutása. Na, kickoff return, jöhet! Na azért, figyelj, tehát kétszer csak nem. Az a baj, hogy hitstickelni akarok, hogy nagyot akarok ütni, ebből történik az, hogy állandóan elmegyek melletted. És megy, legugol, aztán eltűnik az emberem. Úgy 2-1 után 7 interceptionnél tartunk. Én most elég rég nem dobtam, nem? Vagy igen? Nem, de 4-1 biztos. Majd most. Nem. Komment. Bazd meg.
Szépen felmegy, és ott elbaszarintja. Jó, nem rohanunk sehová. De nagyon sok abban a játékban, amikor így levegőbe ütik és repül. Sokkal az, ami látszik, hogy mint a valóságban sokkal pontosabban jobban kell ütemezni ezeket a dolgokat. Mire megtalálom, hogy mit kell nyomni! Most nézem, hogy Pierre Paulnak itt 10 ujja van, ezért nem reklamál. Jason Pierre-Paul following the sack, it's now third and long for Watson and the Texans. Amúgy nagyon durva, hogy ugye neki ugye elvesztette tűzjáték miatt két ne! Elmegy a tetves kurva anyjába, de komolyan. Ó, de mekkorát kapott egyébként, egyet hátról, egyet előről, tehát ez... Ezt csak a felnőtt filmekben szeretik. Nézd, egy onnan, egy onnan. Semmit nem fognak meg, fehér lázító. Na mindegy. És Pierre Paul negyedikre is tűzön van a csához. Ja. Szóval, hogy ő ugyanúgy az NFL-ben tudott maradni, hogy nincs meg mind a 10 ujja. Mm. Jön neki robbant le a petárdával. Igen, igen, igen. És senki nem gondolta volna, hogy, hogy fog így játszani. És egyébként egész jó futballozik továbbra is. Na, interception, aztán majd rá vissza minden. Aha. A Vince összekapta magát. Jajajajajajaj. Végem lesz, mint a botnak. Ez is valami. Kis falt, nem falt. JJ. Köszönöm szépen a taktikai tanácsokat. Közben én kapok. Hát kérjek időt. Ja. Igen, az nem baj. És ezt meg elkapja. Ez a bajom, hogy néha a legnehezebbeket meg mindent fogják. Most is kérte időt? Most is. Harmadik egy gól. Azt mondja. Ne magyarázzál! És nincs bent! De hülye vagy. Hogy pont kifordult belőle. Szép. Nem baj, rámegyünk. Legyen izgalom. Eddig is gólra. Nézd, itt a piron. Hát ez nem jött be. Csak van még pár pélyed. Egy. Kettő, három. Hát, van egy időkérésed még. De hol látod, hogy mennyi időkérésem van? Ja, a csíkokból. Ebben olyan két játék van. Ne viccelj! Ne viccelj már! Fasz meg! Ez nem igaz! Ne szarok! Vetőd, gaci! Fasz meg! Ez mi? De érted, behívtam egy cover 4-et, hogy hátul védekezzen a safety. Oh, Istenem! Köszönöm szépen a Tom fizikus, aki azt írt, a kis játék, kis játék! Az igen. Az elég csúnya volt. Oké. Okay. Ha van faszod, két pontosra mész, tudod? Igen, igen, igen. Jaj. Ilyenkor ezt ne vedd figyelembe, hogy nem tudom kiválasztani. Igen, elutasítom, jó? Köszönöm szépen.
Az a baj, hogy egy picit is értenék hozzá, megpróbálnék bármi más, de nem értem a figurát. Örülök, hogyha ezt be tudom rúgni. 6 másodperc. Jó. Hosszabbítunk, úgy néz ki. Jaj, ezt hogy magyarázom ki otthon? Semmi magyarázni valód nincsen. A Máté engem megvert NBA-ben, Csabi kétszer megvert NBA-ben, úgyhogy... Hi, engem Anita Mutko kipróbált, és lehet, hogy neki tetszik a Madden. Ha azt mondod, első meccsen játszott a Jets ellen, nyilván a Packers ellen az a kedvenc csapata, és a 21-0-nál vettem át, úgyhogy ő vezetett, mondom, hogy könnyű fokozatban volt, de aztán még rám dobott vagy 20 pontot, úgyhogy azóta is hallgatom, hogy az első meccsén már megvert. Én milyen, ja igen, kedvencem, akkor azt mondja, én milyen irányító vagyok. De hogy ez miért? Aha, te milyen irányító vagy, hogy így megvernek téged? Hát ez ilyen. Na hát figyelj, az első meccsnek nem szar. Igen. Az a négy negyed azért az... Azt oda raktuk. Az dráma. Okay, so in the past we had sudden death. First team. Te hívsz fel, vagy írás? Melyiket választanád? Én a kommentelőkre hallgatok. Igen? Azt mondták, csak a tail, aha. Hát igen, erre van egy bondás. Én mindig fejet választok egyébként. Aha. Igen, és mindig. De most akkor jól döntöttem. Köszönöm szépen a tippet, Randy Renderson. Nekem van egy ilyen izém, hogy én mindig azt választom. És egyébként nagy százalékban össze szokott jönni. Itt már meg. Össze szokott jönni. Kedvencem ebből, amikor Belichick megcsinálta azt, hogy hosszabbítás, és halasztást kért, és a tér felett választott, mert olyan nagy szél volt, hogy így sokkal jobb. Ne! Bassza meg! A mohó kurva nénikémet! Igen. Ahogy mondaná Sanyi, azt hiszem, hogy a babi súlyt. Babot eszem 3 napja, hogyha itt lennél, akkor érezed, hogy a bab az nem hús, hanem gáz. Milyen babot eszel? Babfőzeléket főzött a csajom. És... jól sikerült. Az Alénát dolgozom, és... Eddig mindig az volt, hogy nagyon keveset. Húha! Csak mi történik? Az utolérik. Nagyon keveset kellett főzni, én benne megoldottam mindig az ebédet. Mm-hmm. És ha itthon vagyok, azokat többet kell főzni. És kedvencem, amikor így gyorsan kirohannok ebédre, és megkiszem meetingelni, akkor így néha rám ír, hogy figyelj, már nem az álléban vagy. Kérdezik is közben, hogy hogyan tartod a hasad növekedést kordában edzés nélkül? Az szép! Ez tudja, hogy valami bennfentes ember valahol látott engem, biztos, hogy Tesco-ban vagy valahol. Nem jól egyébként. De nézem most a bevásárlásomnak a minőségét, hogy miket veszek. Nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt veszek, de a gyerek miatt. Ez jó, ez van egy hülyeség volt. Viszont telenyomom minden édessége, amit csak lehet. Úgyhogy most próbálom visszafogni magam, meg Wolfsnak most van ilyen edzése. Aha. Heti feladatokat adnak, amiből mondjuk nem tudom megcsinálni, mert a vállam az eléggé ramagy állapotban van. De az például tök hasznos. Viszont ettől függetlenül a hasam még mindig. Úristen, hova dobtad, de tényleg? De hát majd rámegyek. Nem dugunk 59-ről. Ez az emberrel még korábban is kérdezik. Én mióta elkezdődött a karantén, mínusz 6, úgyhogy... Komolyan? Kicsit még maradunk, aztán úgy kell... feliratozni kell majd a trestő, hogy fel lehessen ismerni. De ilyen tudatosan? Abszolút, igen. Barnussal elkezdtünk jó hónapja kalóriát számolni. Mert hogy Barus tök sokat mozgott, basszus, de alapvetően meg nem volt feltétlenül tisztában, igen, ezekkel a dolgokkal, és akkor fölállt az ellipszis trénerre, egy órát ment, mint a hülye, és akkor leszállt, akkor megevett egy doboz pilóta kekszen, és akkor mondta, hogy jó, hát ellipszáltam, és
Akkor mondtam, hogy nézze meg, hogy mit ír ki az ellipszis térén, amikor leszállt, meg nézze meg, hogy mi van a pilóta kekszen, és akkor kiderült, hogy a kettő között van eltérés, és elkezdett kalóriát számolni, és az első héten, mit tudom én, egy fél kiló, 3-4 kiló lemennek, és mondom, olyan büszke voltam rá, hogy hogy odafigyel, mondom, basszus barnuskám, mondom, én is csinálom veled, úgyhogy ebédnél ez a beszédtéma, hogy éppen amit teszünk, az hány kalória, és akkor úgy az alapján számolja ki, hogy ma mennyit evett, még akkor mennyit kell elipszálni a tréneren, meg nem tudom mi, és ő mínusz 4-nél tart, egy sokkal kisebb bázisból, én meg milyen nagyobb darab vagyok, én meg mínusz 6-nál, úgyhogy teljesen tudatosan toljuk. Tök jó. Nekem az, nekem az este a baj. Tehát amikor lefekszenek aludni a nitáék, nem hiszem, hogy a mezőny volt. Akkor utána itt maradok kint. Filmezek, játszom, olvasok valami cikket, vagy sorozatozom, ilyesmi. Na de akkor mindig előkerül valami. Mindig. Úgyhogy az a baj, hogy azzal nem bírok mit kezdeni, mert akkor este jó meginni egy sört, hogyha úgy van. Én is rájöttem, hogy igen. Ez benne van. Mint ahogy bent volt a field goal is. Szép volt. Most nekem akkor meg jöhetek vissza, ugye? Nem, mert az első drive a tiéd volt. Ja, bassza fasz. Itt értem. A fő alatt gyorsan. Értem. Nézd, vattam, nem szomorú. Ja, igen, látom. Visszavágó mehet más csapatokkal? Nagyon is. Jó. Kérdezi Randy Renderson, hogy ez Fitbites app-e. Én a Yaziót használom, amit Bálint Baba is ír. Próbáltam egy csomót, és messze az a legjobb. Rengeteg magyar kaját ismer. Figyelj, én azzal tudom kivédeni azt, hogy este ne kajáljak, hogy ilyen nagypapába nyomom, hogy ilyen 10-kor már alszom. Valahogy ilyen átláttam, ilyen 10-kor fekszem 6-kor kelekre. Úgyhogy lépjünk ki a játékból, betolok egy reklámbréket, elmegyek húgyantani, és mindjárt jövök vissza. Oké. Na, akkor elmegyek, és akkor izé, most már nekik ott a streamben elvileg reklám megy. Jó. Jó? Good finish game. Jövök. Pillanat, és jövök. El. Lamar Jacksonnal. Jó, akkor mit szólsz egy AFC összecsapásod, én meg Chiefs-el. Jó. Jó. A két nagy tehetség. Nagyon kíváncsi, hogy ebből a csávóból mi lesz ilyen szupernova, vagy üstökös, vagy nem tudom mi az, amit hívnak, ami ilyen nagyon hamar kiég, vagy tudja ezt hozni. Lamarban. Mahomes nálam már túllépett ezen, tehát szerintem vele kell számolni hosszú távon. Igen, mert az a különbség, hogy amiben Mahomes jó, azok olyan képességbeli dolgok, ami rendszertől függetlenül. Tehát, ha labdát így tudod dobni, és így látsz, ilyen karerősséged van, az egy teljesen más helyzet, mint Lamar Jackson, ahol meg egy rendszert építettek fel, amiben nagyon jól illeszkedik ő. És a kérdés az, hogy ez meddig fenntartott. De ameddig így jött a futójáték, és ameddig ennyire hatékony az egész támadó egység, és van egy masszív védelem mögötte, az neki sem kell többet mutatnia. De ugye a Titans elleni vereség azért rávilágított pár hiányosságra. Hozzáteszem egyébként, most úgy is erősítettek. Például a futásáni védekezésben azért a védőfal tagjét szépen megerősítették. Pont azért, mert az, hogy szúszott el a rájátszás. Igen, az idei év az ilyen szempontból neki azért beszédes lesz. Faragó Ricsi most kezdi el nézni a streamet, írja Sanyi 82. Tegnap hallottam, képzeld el, a karantén streamben, hogy Szabó Máténak elfogadta a meghívást, tehát Faragó Ricsi.
Úgyhogy ő lesz a következő áldozat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fogunk róla megtudni. Lesz-e izé Welcome to my crib, vagy valami ilyesmi? Hát az a technika lesz a legnagyobb kérdés szerintem először. Álljon fel a rendszer, és akkor mindenki lehet. A szép! Úgy! Szép ott, Kelsey. Megpróbálok kevesebb labdát eladni, mert az előző ez megette az életemet. Igen. Szégyenem is magam, hogy nem bírtam kezdeni vele valamit, hogy ennyi labdát adtál. Mondjuk is bűnkezően bántam. Jaj! Milyen érzés lehet basszusok, hogy valakinek így elviszik a lábát? Akkor még nem fáj annyira. Nagyon sok eset van, amikor érzed és felállsz, és mondod, hogy jó, semmi bajom. És amikor már vége van a meccsnek, beülsz a kocsiba, és még elkezdesz vezetni, vagy ilyesmi, akkor érzed, hogy na jó, ez azért mégis fáj. Mondjuk régen még 8-10 évvel volt a hétvége, amikor két meccsem volt, és már el nem tudnám képzelni, hogy két meccset játszok itt szombat-vasárnap. Az nagyon gyilkos. Az régen nagyon masszív volt, és simán felkeltem, és nem volt semmi probléma, és többet ütköztem szerintem akkor, mint mondjuk manapság, ami a játékrendszerben játszunk. Tehát ott egy meccsen volt 10-14 futójátékom simán. Az nagyon tiszta lett, a franc. Nagyon sok ideje volt. Cornerrel védekez Baska, ütközd le a VR-jét, az megakasztja a play-t. Én is figyelek ám. Oké, jó. Vannak trükkök. Igen, itt hallom itt a izéket. Basz meg, hogy nem fogod meg! Nem tudom, miért adtam le a flatteret ott, izé... Chances are good, he's going to be a very busy guy. Two catches already in this opening drive, and they were looking his way for a third. I think they put this defense on... Tehát azért Mahomes-szal nem lehet itt úgy játszani, mint Kelsey-vel. Kelsey-vel, mint Winston-nal. Így méltatlan lenne. And he's going to be taken down with the first down at the Ravens' 13-yard line. Mahomes will bring him up first and 10. And he's 5-for-6 now throwing the ball on this drive. From the gun, it's a run for Williams. Mégis nálatok egyébként mi a helyzet munka szempontból? Nektek mennyire változott meg az egész? Hogy tudtok így dolgozni, hogy ott horol mindenki? Ünnökségi szinten ez nem annyira gáz. Figyelj, én azt szoktam mondani, hogy mindent meg tudunk csinálni, amit normál üzletmenetnél, de mondjuk 75%-kal lassabban. Vagy nem, tehát 75%-ával a sebesség, 25%-ával lassabban, 75%-ával az eredeti sebességünknek, ami jó. Ami nem jó, hogy mi eleve nem voltunk ilyen, nem tudom, nagyon szektás ügynökség, ez a szerdán közös csocsó, csütörtökön társas játékes, péntek nem tudom mi, hanem ennél egy ilyen sokkal, nem tudom, egészségesebb, felnőttesebb légkör volt. Úgyhogy emiatt nekünk inkább ezeket a személyes interakciókat kell erőltetni, plusz ráadásul mi egy reklámügynökséghez képes. Szerintem eléggé pusztító hatékonysággal működünk, olyan projektmenedzsment szoftvereik vannak, stb. Hogy simán el vagyunk úgy, hogy nem kommunikálunk akár személyesen, mert minden ott van egy helyen, kicsit nincs félreértés, toljuk a dolgokat. Tehát nekünk pont ezt kell így erőltetni, hogy legyen interakció, vannak ilyen heti kávézások, Skype-on meghirdetve, hogy lássuk egymást, mert egyébként simán el vagyunk úgy is, hogy ez nem történik meg, és egyébként meg marha jó munkák születnek. Aha. Úgyhogy ez inkább a kihívás, hogy ez az emberi rész megmaradjon, hogy ne olyan legyen, mint hogyha nem tudom, indiai freelancerekkel dolgoznánk együtt. Akiket nem is értesz. Igen. Nagyon, hogy megbízás mennyiségben, meg hál' Istennek éledezünk, úgyhogy ennél ne legyen rosszabb, most már kezdjünk el valahogy visszarendeződni, és akkor happység lesz. Jó, az elején volt ez egy brutális sok. Az biztos, igen. És akkor most azért az nem lesz meg. Azért próbál mindenki érzi azt, azért most már ez az ötödik hét volt erre, hogy itt van. Igen. És
mindenki érzi, hogy ez nem lehet hónapokig. Ami egyébként van veszélye is egyébként valamilyen szinten, mert mindenki azért lazul. Hát, remélem, hogy ez azért nem lesz annyira gályos, úgyhogy megvagyunk. Most már én is így az első sok után már beszélek olyan ügyfelekkel, akik nem tudtak egy satúféket 4 hete, hogy akkor figyelj, mi lenne ezzel a projekttel tovább menni, mert és most már így azt látom, hogy kicsivel talán erre nyitottabbak. Zsolt kérdezi, hogy mit dolgozol? Egy reklámügynökségnél vagyok kreatív, igazgató, fussák el, nyitott a kezé! Az jó, az jó! Az egy yardoson, hát szegény. Beért. Szép volt! Beért, így van, Kelsey! Volt egy csapattársam, aki szerintem 2 év alatt, 3-4 alkalommal az egyjardoson szerelték le. És szegénynek nem is volt TD-je emiatt. Többször futották be egyjardos TD-vel az utolsó játékba, de hogy mindig beszít a szerencsétlen. Volt olyan meccs, amikor már erőltettük, hogy legyen már TD-je, de nem. 2 éve nincsen. Már szabályosan rosszul érzem magam miatt. Becsukták. Azt kérdezi Csapinsta, hogy Prescott az ügynöke miatt nem írt alá még egy hosszabb szerződést, vagy tényleg az ő döntése lehet? Mert a fickó igazi vezérnek tűnik, akinek nem kellene fennakadnia azon, hogy évi 30 vagy 35 millió. Hú, de nehéz kérdés. Akkor vissza is lehet dobni. A Cowboysnak, hogyha megvan a franchise irányítója, akkor azon kéne spórolni? Ez a kérdés. Melyik csapat spórol az irányítóján, hogy a franchise irányító szinte küldenek le? Tehát mindig azt nézzük, hogy a játékos az a showher, ő holdouttól, ő elég egyen meg ennyi pénzzel, de közben egyébként a dolognak 2 oldala van, tehát hogy ez neki a munkája. Tehát, hogy belegondolom, és igen, nyilván mások az arányok, mert azért milliókról beszélünk, de attól függetlenül, amikor látja azt, hogy Jared Goff 36 millió dollárt keres, és úgy játszik, akkor nyíltan azt mondhatja, hogy figyelj már, akkor én miért nem kaphatok ennyit? Hiszen nézd meg a számokat, még jobb is vagyok nála. Tehát ez az egyik dolog, a második nyilván az ego. Tehát itt van egy olyan rész is, hogy nagyon sokan... Tehát ez igazából az, ami megmutatja, hogy ki mennyire értékes. Tehát téged honorálnak, és ezt kell a fizetés mutatja meg egyedül, tehát, hogy mennyire vagy fontos egy franchise-nak, akkor te boldog vagy. És sok azért számít. Hát ha ezt most nem csináljon meg egyébként Sörenzen, akkor ez szeretném viszont. A futójátékom az beindult, milyen szépen lepördült. Elég van, mondjuk kicsit váltunk is, nem fogunk itt Nickelben nyomulni azért, mert ezt csinálod. Szóval egyébként nem erről van szó. Már hosszabbítottak, mással is megvan az elkapója, Elliot is top fizetést kap. Igazából szerintem pici nyomást akar gyakorolni a csapatra. Mert persze sok pénzt kapott a tag miatt, top fizetés, de szeretném bebetonozni magát. Úgyhogy szerintem ez egy ügynök és játékos között, szerintem ez mindig egy megállapodás. Az ügynök nem cselekedhet a játékos nélkül. Hát, nyilván tele nyomhatja a fejét, meg gondolat sok minden, de a játékos is gondolat sok minden magáról. Okba most itt nagyokat ment. Igen. Korábban kellett volna elpasszolnom. Liga legjobb tackle duója az egyik. Warminsnek a hasonló király. Azt szerezzük meg! Feküdj meg szépen, úgyhogy... Jackson megérkezett. Úgyhogy... Tökéletes példa a kedvenc sztorim az idei, a Melvin Gordon, a Chargersnek a futója, holdoutolt. Ajánlottak neki, nem a pletyka szerint egy eléggé jó összeget, de azt mondta, hogy ez neki nem elég, úgyhogy nem játszott. Aztán utána egy idő után már rájött, hogy egyenkor a fizetését se kapja meg, hogy nem éri holdoutolni, visszajött a szezon második felére, ritka szarul játszott, és egy éves szerződést kapott végül a Denvertől, egy sokkal rosszabb pénzért. Úgyhogy azért bele lehet nyerelni, és ilyenkor szerintem azt, hogy szépen akkor elköszönsz az ügynököttől, mert
mert hülyeségbe vitt téged bele. Persze az ügynök nem tett arról, hogy futballozol, de igen, ez egy érdekes játék van, hogy jobban tudsz járni. Chris Harris ugyanez, jó pénzt ajánlottak neki, mint amivel végül most megkínálták a szerződéskatot. Azért ezt komolyabban veszed, vagy én vagyok gyengébb. Igen, itt most nincsen Winston, hát nem láttad, hogy volt olyan, hogy nagyjából a lelátóra küldte valamelyik passz. Ennyiből jobb itt a helyzet. Egy itt üresen valamelyik a szóval volt a Titanic. Able to get seven on that first down pass play. Second and three. Now it's Mahomes again. Hú, mennyi ideje van, mennyi ideje van! Az mennyire Mahomes-os volt! Az mennyire... Megvolt a no-look pass. Sammy Watkins. In the final seconds of the first half. Ez nem tudom, mennyire jó, igen. Aj, azért mennyire komoly a játék is, hogy belerakják így, hogy nézzen arra véletlenül sem az ember. Kurva jó. Azt láttad, hogy a 2K is jön ki focis játékkal? Nem. 2K is fog csinálni játékot. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Azt írta valaki még a játék elején, hogy ahogy az NBA 2K-nak kéne, úgy a Madden-nek is kéne konkurencia. Az mindig jó tesz. Hát azért az húzza. Most már egyébként az NBA-ben hogy volt? A 2K abszolút viszi. Tehát van még egyetlen másfajta. NBA-ben? Hát szerintem lehetne, vagy nem tudom, hogy most változott-e, hogy konzol kizárólagosság van, az NBA Live még 1-2-3 éve is kijött, meg most is van mobilon. De egyébként azt írja Tapi, hogy az 2K csak non-simulation játékot adhat ki. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy lehet, hogy ilyen bohókás lesz, mint a Playground, vagy... Lehet, igen. Igen. Ez... Elejtette. Ja, mert vége a félőnek. Meg kellett dobnom, igen, így van. Régen volt az NFL, meg FIFA Street, meg ilyesmi. Lehet, hogy NBA-ben van most is NBA Playground. Az NBA Jam-nek az utódja van. Van benne fantázia egyébként. Azt nálad láttam szerintem. Igen, egyszer toltuk, amikor még így próbálkoztunk ezzel az Xbox-os streameléssel, és nem derült ki, hogy kb. Alkalmatlan rá a platform. Én tegnap teljesen off-on voltam, hogy nem tudom, miért gondoltam azt, hogy neked Xboxod van. Ezt én sem tudom. És akkor utána az eddig nektek Xboxotok volt, ugye? 360-at kapott a Barnus még kisebb korában, és akkor kijöttek az új generációsok, akkor nagyon-nagyon sokat studíroztam, de hogy mivel a legjobb barátja is, meg hogy akkor tovább tudod vinni a Goldot, meg ez meg az meg, az szép, az szép, az szép! Ne, és te! Azt megkapta, azt megfogta, az jó. Az elejtette, jó. Nem? Nem! Elejtette, nézd meg, megfogja. Hát lépett vele hármat. Kiügyetlenkedi kezéből. Lépett vele hármat. Nem tudom, lehet, hogy van challenge. Azért van challenge, az optionsben. Nem challenge-elünk. És ha tudjunk meg. Ezt nem hiszem el. És elejti ő is! Na, szerintem ezek a kamu dolgok. Nem hiszem el. Hogy szörnyezem el, aztán még én is megfogom a labdát. Mit javasolsz, Mark, hogy hogyan kezdjen el valaki NFL-t nézni, úgyhogy jelenleg full homályban van? Mi az első forrás, első négy videó, első szabálymagyarázó, ami után be tudná szimpattani a játék? Én azt mondom, hogy az interneten van egy csomó ilyen, hát nem NFL for dummies, de hogy ilyen szabályismertető, ilyen játékos módon, meg ilyen gyerekeknek megmutatott ismertetők,
ezek tök jól és tök könnyen megmutatják azt, hogy mik az alapszabályok. Én így kezdeném, hogy rögtön az elején rákeresnék arra, hogy ez hogy működik, és utána pedig valami jó meccset kell nézni. Igen, egyébként van fönt magyar nyelven YouTube-on Csabi Szőke parókában, meg csinált a Sport TV is több szabálymagyarázót, úgyhogy ha egyszerűen akarsz nekiugrani, akkor ezek megoldást jelenthetnek. Aztán meg el kell kezdeni nézni, ne vállalj nagyot a 7 órás meccseket, akkor még időben le lehet feküdni, aludni, hogyha szereted a sportot, akkor egy hónap múlva már fél kettőkor is éjjel fönn leszel. Dick Grayson kérdezi, lemaradt-e az NBA-ről? A nézőpont kérdése, tegnap volt utoljára, akkor meg itt voltál te is. Ma Mark a vendég, és Marknak nincsen NBA-je, úgyhogy hál' Istennek a Way Out miatt volt most EA Access előfizetésünk PlayStation-re, úgyhogy gyorsan letöltöttem a Madden AI-ba. De egyébként tök érdekes az, amit mondtál, nagyon sokaknak egy fél idő is vízválasztó. Ha nem jön be, akkor nagyon hamar kiderül. Tehát az elején már kiderül, hogy valaki tetszik, vagy nem. Ha nem, akkor nagyon sok emberrel beszélgettem, és nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem tudtam megszeretni egyébként a focit bizonyos okok miatt, mert hogy a labdarúgáshoz képest én nem állandó a játék, hanem szaggatottabb, és őket nem is lehet nagyon sporthoz közelebb húzni. Tehát már számos ilyen eset volt, hogy az elején kiderül, egy fél idő, vagy egy jó meccs, vagy ilyesmi, hogyha nem fogja meg az embert, akkor ez egy, ez egy nagy kihívás egyébként, hogy az NFL-re nézve szerintem az, hogy ugye mindenki second screen-nel a kezében néz meccset. És az NBA-ben elkezdődik egy játék, akkor 4-5-6 percig folyamatosan zajlik a játék, és egy időkérésnél be tudod pótolni, mi volt közben messengeren nyitott. Itt azzal, hogy minden play után erre van elvileg lehetőség, én abban tudok elveszni. Tehát, hogy leáll a játék, ránézek a telefonra, közben Beáta megkérdezi, hogy akkor ez most miért így volt, miért úgy volt, akkor mi történik, bocs, ne haragudj, vagy éppen hallgatlak téged, emiatt nem hallom az ő kérdését, és olyan információ overload eléggé az NFL. Ilyen szempontból helyszínről jobban szeretem nézni, még akkor is, hogy egy csomó dologban meg tudatlanságban maradok, mert nem értem. De nekem a helyszíni... bestél! Szép volt, Kelsey! Szóval, nem volt ez a Baltimore egy jó döntés. Nem volt jó döntés a Baltimore, nem volt jó döntés a Cofidis. Egy Provident, vagy melyik az a reklám. Hogy örülnek? Hülye gyerekek. Milyen boldogok. Super Bowl után is így tudnak örülni. Tényleg amúgy azért a Richie-nek ez mekkora öröm lehetett. Ezt így végignézni. Hát nem láttam, csak hallottam, de nagyon méltósággal. Igen. Nem később esett lenne neki ez a dolog, meg ő nagyon hullámzó még akkor is, amikor nem a saját kedvenc csapata volt. Tehát emlékszem, amikor voltunk a Patriots Falconson, jó, az nagyon szélsőséges 28-3-nál, de hogy ott már 14-0-nál teljesen ki volt, 21-0-nál meg már azt mondta, hogy ez esélytelen. Mert ugye addig 10 pontos deficit volt a legnagyobb fordítás, és nem hitel. Tehát ugye nagyon könnyen tudja azt mondani, hogy ez már eldőlt ilyen szempontból. És egyébként pont ezt szereti a fociban, hogy egyébként itt nagyon sokszor változik. De egyébként a kosárlabda hasonló, nem? Ott is. Nincs négy jó negyed a csapat, egyik csapatnak sem, és hogyha a legrosszabb nagyon szar, akkor ott van keresni valójában mindig a hátrányban levőnek, nem? Hogy ez, igen, pont ilyen... az előző meccs, még ilyen NFL-nél tartok, hogy pont a Texans volt, aki 21-0-al kezdett? Buffalo ellen. Ja, nem, azért már a következő kör volt. Aha, igen. És aztán utána meg... ennyi volt. De a kosárlabda is ugye azt mondják, hogy ez a Game of France,
egyik csapat, másik csapat. Ott is 20-25 pont az még simán visszahozható, főleg mióta a triplázás az ennyire a játék része lett. Na, valami figura. Az a figura. Bajtófi kérdezi, az NBA-nek vagy az NFL-nek van-e nagyobb tábora? Amerikában mindenképpen az NFL-nek, tehát a nézőszámok is sokkal durvábbak. Itthon is szerintem nagyjából passzol, vagy az NFL vezet. Úgyhogy az NFL-nek szerintem piszok jót tett az, hogy Zsolt, hogyha lesz Valorant, nem fogok tudni ingyen kulcsot adni, ha csak nem jön ide Valorant Zsolti és ad nekem ingyen kulcsot. Fogalmam sincs egyébként, tudom, hogy van egy ilyen játék, de fogalom nélkül vagyok, csak az interception-öket dobálgatom. Szóval az állandó időpont az nagyon jót tesz szerintem, és egyébként az NBA-n is látszik, hogy mióta elkezdtük hétvégente szombat-vasárnap adni, hogy hogy jön föl a nézettsége. Ez a kevesebb meccs, átláthatóbb szezonérzet, nagyon jó kommentár, ez szerintem Magyarországon nagyon sokat tolt a népszerűségen. Egyértelmű, tehát az a fix időpont, az amikor tudod jól, hogy bekapcsolod a tévét, és ott az megy, ami... Ú, de csúnya interception, már akkor láttam, miért hittem el, Watkins megveri Humphrey-t. Szóval az nagyon-nagyon kell. Emlékszem, a kosárlabda a karácsonyi időszakon kívül ilyen követhetetlen volt ebből a szempontból. Tehát, hogy ő volt a mostoha gyerek, hogy néha itt, néha ott, néha amott. És akkor ez azért hatással volt rá. De én is azt érzem egyébként, hogy szerintem a NFL népszerűbb. Ha most csak abból indul ki, hogy mennyi NFL sapkás arcot látni meg, és de szerintem megint egy picit az újdonság ereje, ami a biztos, hogy van benne valami ilyen jól értelemben vett divat. Igen. A Super Bowl-lal minden együtt, én is nézem, te is nézed. Ebben azért van egy ilyen dolog. De miért nem ugrasz korábban? Zerge Csillim, aki kérdezi, bocs, hogy Rivers-ről és Colts-ról mi a vélemény, elmondta ezt már annó Lékai Márk is. Lékai Máté, most fáradt vagyok azért ilyen nap végére. De te még nálunk nem. Nagy becsület touchdown. Becsület TD. Ünnepelj, majom. Szóval Rivers és a Colts. Figyelj, imádom Rivers-t a Colts-ban. Fia Mátéval folyamatosan ezen háborúzunk, hogy ő nem lesz Colts Drucker, ez a franchise szégyen és társa. Én mondom neki, hogy mi lesz akkor, hogyha top 10-es teljesítmény nyújt, és akkor válasz annyit írt, hogy mi lesz akkor, ha megnyerem a lottót. Így nála annyira mélyről indul a Rivers. Én azt mondom, hogy oké, a tavalyi szezonja nem volt annyira jó, de az előtte lévő évei rendben volt, tehát Frank Reich-ék nagyon sokat elemezték őt is, és amúgy Brady-t is, tehát erről beszélt Reich, hogy ők vizsgálták azt is, hogy mi lenne, ha Brady játszana ott. Azt mondták, hogy Rivers minden szempontból összességében egy jobb választás. Hát igen, tehát azért a Brady-t odavinni, aki éveken át szokorról erre rakta a kolcot, az nem biztos, hogy a legjobb döntés lett volna. Hát így egyébként az NFL egyik kiemelten utált irányítóját. Vitték oda, de azért visszatesz képet, ez egy lényeges fejlődés. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog. Holsz, hátfi, az meg. Tehát, hogy van már kettő nem jó irányító Chicagóban, azzal azért sokan nem mennek. Annyi történik, hogy Trubisky nem lehetne meg, hogyha csere lenne, hogy edzőtáborból edzőtáborból lenyomná. Ugye ami segíti ezt a dolgot egyébként, hogy együtt dolgozott Matt Nagy, amikor abban az évben, amikor az Eagles óriásit ment. És ez lett a kapaszkodó, ebbe bíznak. Bajtófinak válaszolok, hogy hogyha a karanténkatra utalsz, akkor az NHL-ben lehet olcsóbban csapatot venni. Az NFL csapatok szerintem... Mennyi egy NFL csapat most? Mennyiért veszel?
Hát az már ilyen szempontból milliárd. Hát jobbak. Hát jó, egy NBA csapatnak kettő, tehát olyannál biztos, hogy drágábbnak kell lennie. Hát attól függ, hogy melyik csapat. Az, nyilván akik nem érnek annyit, a Detroit, meg Cleveland, meg ilyesmi, de hogy a Dallas Cowboys az egyik legértékesebb csapat, a New England Patriots most már, azok bőven az NBA fölött vannak. De most így nem akarok hülyeséget mondani fejből, hogy melyik a legdrágább NFL franchise, de azért nem rakható össze mondjuk a jégkoronghoz. Igen, az jóval olcsóbb. Igen. Na, hát már! Hát ez a második azért, ez már jobb, le kellett rázni a rozsdát. Rendbe kellett tenni egy kicsit itt az Igen. Nálunk annyi volt, hogy volt egy személyzetcsere, a második meccset Barnus ellen játszottad. Ja, én nem voltam itt most éppen, én ahogy mondtam, elmentem sörözni, Anita játszott. Úgyhogy ezt már múltkor megbeszéltük, azt hitte szerintem, hogy jobban fog menni. Barnuskám, hol vagy? Gyere, légy szíves! Úgyhogy... megjött közben, úgy hallom, a lányok, jöttek a lányok? Mhm, igen. Akkor pont időben végeztünk, na. Nagyon. Halló, jó volt a meccs, igazából szerintem jobban is mehetett volna, azt a pár merész passzot nem ejtik el a játékosok. Hát igen, az a 42 passzolt yard, azon még ott van mit gyúrni, de egyet értek. Futójátékkal jól mozogtál. Hát, ja, csak aztán ki is mertél. Visszaadta a fülest, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Egyébként 5,5 milliárd a Dallas és 2,8 a Cleveland, úgyhogy az NBA, a legdrágább NBA csapat szerintem ilyen 2,5 körül ment el, úgyhogy szerintem az NBA, ahol tetőzik, ott kezdődik az NFL. Na, futás a lányokhoz, imádtam, hogy játszottunk, köszönöm szépen, kicsit felgyúrom magam és kérek majd egy visszavágót. Jó, én is köszönöm szépen a lehetőséget, a kérdéseket, amiket kaptam, úgyhogy akkor várom második kört, visszavágót is. Nagyon szépen köszönöm. Holnap Barnus jön Doom Eternal streammel, vasárnap vagy pihenünk, vagy lesz meccs, azt majd megtudjátok Instagramon, meg a Twitch menetrendből. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szevasztok! Szia, Márk! Sziasztok! Hello!